9 panel. el Hamilton megye HALI HALI, JOY vagyok ez pedig itt a kilencedik panel. A GNA Network vadonatúj, valószínűleg shots per alapon, remélhetőleg úgy nagyjából kétetente jelentkező podcastje, melyben a képregények modern aranykorába szeretnélek elklauzolni téged annyi manapság a választási lehetőség, és tényleg iszonyatosan nehéz dönteni, néha már magam sem tudom, hogy mit kéne olvasnom, és már nagyon-nagyon rég szerettem volna egy képregényes műsort, mert szenvedésem falom a történeteket, és a BMW-ben valahogy soha nem jutottunk el odáig, soha nem volt rá annyi idő, hogy beleférjenek a képregények, mert pedig bennem, belőlem ki szeretnének törni a gondolatok, és jó volna beszélgetni róluk, és tudjátok, hogyha nincs kivel, beszélnek hát mindenkivel. Magamat leginkább a lelkes olvasó kategóriába helyezném, némi tapasztalattal ugyan a képregények világában, de, de még azért távolról sem ismerek mindenkit és minden eseményt, de igyekszem bepótolni a hiányosságaim, mert amennyire ez az időmből kiterik persze. Mindössze nagyjából hogy az utóbbi három évben kezdtem el nagyon aktívan képregényeket olvasni, és minél több történetet faltam fel, annál nyilvánvalóbbá vált a számomra, hogy ez tulajdonképpen a legjobb médium közül. Nem szeretnélek mutatni az eredett történetemmel. Legyen elég ennyi rólam, hogy nagyjából a Future Ends című dc is eseménysorozat volt az, ami Isten igazából beszippantott, amit néhány hét alatt olvastam el, mielőtt a Convergence eseményhez érkeztünk volna meg, nagyjából 2015 tájéken. De szerintem, ami igazi függő csinált belőlem, az talán az újjászületés, ami tavaly nyáron volt a DC világában. A kilencedik panelben a legaktuálisabb képregényvilágot érintő újdonságokról, plejkákról és elméletekről szeretném megosztani veled a gondolataimat. Lesznek persze történetkibeszélő szegmensek és tévés és mozis élménybe számolok, és igyekezni fogunk nem megfeledkezni a hazai képregényes élet zöngéjéről is, amikből majd igyekszem időnként be becsempészni ezt azt. Ha pedig kedvet érzel magadban ahhoz, hogy csatlakozz hozzám, akkor dob meg egy e-mail-el a seriouseventkukac.gmail.com címen. Ugyanide jöhetnek a visszajelzések, illetve a kívánságok, hogy miről szeretnél hallani, illetve milyen történetekre lennél kíváncsi. Ennyit előjáróban, most pedig csákányozó szemüvegeket elő, és lapozzunk! Történik épp. A történik épp a hír összefoglalónk lesz, úgyhogy itt fog beszámolni minden olyan izgalmas dologról, ami mostanában történik. Például a legfrissebb hír az pont tegnap történt, mielőtt az az adásnak. Ez pedig nem más volt, mint hogy Paul Dini ismételten Harley quinn fog érni, sőt, nem csak, hogy Harley quinn fog érni, hanem egy vadonatúj, eddig még soha ellenmesélt Harley Quinn eredettörténeti szegmenssel fog előállni, méghozzá az áprilisban megjelenő Harley Quinn 17. lapszámában, ahol is Jimmy Palmiotti-val közösen írnak, írják ezt a visszaemlékező szegmenset, amelyről viszonylag keveset tudni, de azt muszáj leszögezni, hogy Brad Bell Blevins lesz majd a rajzolója, és ha minden igaz, akkor Harley Quinn nagyon-nagyon régi ideibe fog elkalauzolni bennünket ez a történet a Jokerrel. Úgyhogy fel lehet készülni, rengeteg izgalom lesz ráadásul, számúra mindig örömteli, amikor Poldini bármit csinál Harley quinn hiszen azért még egy a kreatora, és azért ezzel rettentően izgalmas lesz. És szerintem, legyünk őszinték, pontosan ez az a dolog, ami szerintem ráfér most már Harley Quinnre, ugyanis. Kicsit én úgy érzem már egy ideje, hogy kezd megsínleni, legalábbis ugye a Rebirth-ös időszakban szerintem egy kicsit megsínlett a Harley Quinn, még akkor is, hogyha ő az egyetlen olyan karakter, akinek az életében semmiféle változás nem történt be. Sajnos, nem um, mindegy. Nagyon, Nagyon vicces volt, hogy szintén a héten történt az, hogy Sterling Key Brown Twitteren jelezte a Warner Brothers, illetve a DC számára, hogy bár leigazoltam most épp a Black Panther filmhez, azért nem lenne ellenemre eljátszani mondjuk Jon Stewartot a Green Lantern's Corps című filmben, amelyről, ha jól emlékszem, akkor múlt héten jelentették be azt, hogy előléptetik, illetve beindulnak a fejlesztések, és egyre, egyre jobb ütembe haladnunk, úgyhogy még akár az sem kizárt, bár szerintem ez még nagyon durva a feltételezés, hogy akár 2020 előtt is bemutatásra kerülhet majd a film Nekem ezzel kapcsolatban vannak két elejeim, de majd, majd meglátjuk, hogy mi fog kisülni belőle. Viszont minden esetre annak nagyon-nagyon örülnék, hogy a Sterling Key Brown játszanál, hiszen ő az, aki idén mindent bezsebelt, amit bele zsebelni, hiszen uh, kapásból kétszer jelölték Um, egyszer a 10 Százbeli alakításáért, egyszer pedig a, az O.J. Simpsonos sorozatbeli alakításaért, amiért egyébként szinte minden díjat bezsebelt már. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi lennek rá, jó színész. Az, hogy mennyire lenne jó John Stewart, az már egy teljesen más kérdés, én nem vagyok ellene. Viszont figyelembe véve az, hogy Tyrus Gibson volt, aki szintén kampányol a szociális médiában, a közösségi média, miért mondtam szociális, nem de egy, közösségi médiában a szerepért, ő talán egy kicsit hát ez most lehet, hogy bunkon fog hangzani, de talán külsőre rátermettebb. Nem színészileg, szerintem, legalábbis nagyon messze van ő színészileg attól, hogy a Kelly Jones gyártat képes legyen eljátszani. De igen, szóval, szóval ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Én viszont mindenféleképpen Sterling K Key brown mennék, mert szerintem ő az, aki, aki tényleg nagyon-nagyon ott van a szeren, mind színészileg, mind pedig egyéb téren, és tulajdonképpen, tulajdonképpen szerintem ő egy nagyon, vele nagyon-nagyon jó boltot kötne a DC abban az esetben, hogy őket nem zavarja az, hogy itt tulajdonképpen ő már leszerződött a Black Panther filmhez, ahol egyébként egy vadonat új karaktert fog kapni, tehát olyas valakit, aki nem szerepelt még a képregényekben, ergo ki tudja, mi fog kisülni belőle, de az az, az egyszer biztosan tűnik, hogy a DC nem feltétlenül fogja őt komolyan venni abból a szempontból, hogy nem akarja, hogy ingázzon a Marvel és a DC között, mert azért az mégis milyen dolog lenne. Tehát azért... Igen, viszont közben meg minden díjra jelölik, ami létezik, tévés alakításaért, szóval szerintem... Gyerekek. Komolyan, érdemes megfontolni, Sterling Key Brown fantasztikus John Stewart lenne. Én csak ennyit mondok. És azt se felejtsük el, hogy egyébként ez a Green Lantern Corps film lesz az első olyan szuperhős film, amiben egy fehér és egy nem fehér főszereplő állnak a jó oldalán, és küzdenek együtt az igazságszolgáltatásért. Úgyhogy történelmi film lesz, még egyszer elmondom, Sterling Key Brown az egyik legjobb, legrátermettebb, leg, legkötelezőbb választás. Ennyi. Aztán John Stevens, aki a Gatemnek az egyik producere, azt találta mondani, hogy gyerekek, nem kell itt aggódni, nem kell megijedni. Emlékeztek még arra, amikor pár hónappal ezelőtt azt mondtuk, hogy Harley Quinn lehet, hogy benne lesz a Gatemben. Na most lehet, hogy már a harmadik évad utolsó epizódjában, a 22. részben már megjelenik, és neki köszönhetően fog elindulni a negyedik évad. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos szerepe lehet a negyedik évadban, abban az esetben, hogyha Fox kéri a negyedik évadot. Amire jelenleg szerintem jók az esélyek. Az, hogy egy-két hét múlva megillepjen a sorozat, és utána nem is jön vissza szóval március végéig, talán, vagy április elejéig, az már nem feltétlenül annyira biztató, de ezt hívják uh, téli államnak. Amit egy kicsit hülyen old meg a Fox, de mindegy. Szóval igen, hamarosan lepjen a sorozat, de, de nagyon izgulunk. Egyelőre még nem tudni azt, hogy ki fogja játszani Harley quinn egyelőre még nem feltétlenül biztos az, hogy ez a Harley Quinn, ez az a Harley Quinn lesz, lehet, hogy ugyanazt fogják eljátszani vele, mint Jokerrel, ugyanis korábban erről volt szó. Aztán, hogy mi lesz a vége, az még egy kicsit odaibb van, de hamarosan kiderül. Úgyhogy Harley Quinn rajongók, tessék nézni a Götemet, ugyanis a harmadik év a 22. epizódjában végre megjelenik kedvenc hősnünk. Aztán nem tudom, hogy hallottátok-e Mark Hamillnek a Jokerét, amikor Trumpot olvas fel. Egyszerűen kegyetlen. Tehát, tehát én már napok óta ezen szakadok. Tehát tulajdonképpen ott tartok lassan, hogy lecserélem a csengő hangjaimat. Az összeset, és befogom tenni Mark Havill-t, amint Joker hangon Trumpnak a tweetjeit olvassa fel, mert egyszerűen kész. Tehát én nem, nem, nem is tudom, mit lehet erre mondani. Tehát egyszerűen lenyűgöző. Mark Hamill amúgy is egy óriási nagy kocka, de hát komolyan, amit ő Jokerként művel az ut az utolérhetetlen, nem is szabad megkockáztatni és megközelíteni sem, mert egyszerűen fantasztikus minden ízében. Aztán voltak érdekes dolgok. Egyelőre még nem tudjuk azt, hogy mi lesz a címe, illetve hogy mikor fog érkezni, ha egyáltalán még idén érkezik. A Foxnak az X-Men sorozata, ugyanis a Fox TV csatornán is fog érkezni egy sorozat, nem csak az FX-re, ahol a Légió február elején fog bemutatkozni, amivel egyébként Magyarországra is érkezik, méghozzá szintén, ha jól február elején. A Magyar Foxra is nagyjából ugye az amerikai bemutató környékén, Um, viszont a fox az X-Men sorozatáról viszonylag keveset tudunk, most viszont azt megtudtuk, hogy a szentinelek benne lesznek. Viszont nem úgy, hogy a mozifilmben láthattuk őket a 2014-es uh, Days of Our Lives című filmen, bocs, nem, nem ugrik be a magyar a címe, valamiért életünk napét akarok mondani, de <laughs> kicsit más történet. Na egy. Um, szóval a 2014-es X-Men filmben már a szentinelek megjelentek. Ők azok az ellenségek, akik, akik, akik hogy hú, ezt lehet megfogalmazni, akik, akik nem... Aki, akik vadásznak a mutánsokra tulajdonképpen, és azért illenének bele úgy igazából Metnixnek a sorozatába, már ugye azok alapján, amiket eddig hallottunk róla, mert ez a sorozat ez tulajdonképpen egy, egy olyan mozgalomról fog szólni, ahol a mutánsok élnek. És ez egy nagyon-nagyon érdekes időszakban fog játszódni, a mutánsok el nem fogadottságát illetőleg. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon eszmetlenül izgalmas sorozat lesz, amit én nem látom, hogy siker lehet a Foxon, mert szerintem ez így hangzás alapján abszolút kábeles téma. Ne legyen igazam. Ne legyen igazam, váljon be, legyen siker, és uh, legyen jó sorozat. Ez, ez, a legfontosabb szerintem, hogy legyen nagyon-nagyon jó sorozat. Um, igen, nagyjából úgy ezek voltak azok a hírek, amiket úgy érdekesnek találtam, hogy az elmúlt pár napból megosztani veletek, és remélem, hogy uh, remélem, hogy azért akadtak közte olyan dolgok, amik után egy ember felemeli a szemöldökét, mert mit tudom én. A hét története. Superman az újjászületésére. Nagyon okosan kivártam. Kivártam néhány történetszállat, amik lepereg. Ez egész pontosan nagyjából úgy fél évet jelentett. Aztán az ünnepek között szépen lenyomtam mind a 13 történetet, ami addig megjelent, és azt kell, hogy mondjam, a Superman a Rebirth érában szerintem nagyon, megpróbálom ezt szépen megfogalmazni, egyszerűen lenyűgöző. Tehát ennyire jó Supermannel szerintem nagyon-nagyon régen találkoztunk. Az utolsó Superman, akit én kedveltem effektíve, aki egyébként nem képezi a részét a jelenlegi történet hullámnak, hanem ez ugye az Earth Fun időszakban játszott, az G. Michael Strahinsky-nek a három kötetes Superman története volt, ami egy kicsit modernebb Smallville-i köntösbe helyezte Supermannek az ifjúságát, vagy legalábbis ezt az érettségi utáni időszakát, amit, én egyébként imádok, mindegyik kötetét legalább kétszer elolvastam, már, mert, egyszerűen tényleg, tényleg fantasztikus minden ízében a rajzok még egyszerűen lenyűgözőek. De azt nem tudom egyébként, hogy mennyien tudjátok, hogy mennyire tudod azt, hogy például 30 évvel ezelőtt, 1986. májusában volt az a bizonyos történet, aminek az volt a címe, hogy mi történt a holnap emberével, amit ugye Alan Moore írt. És ha jól nem hiszem, akkor George Perez volt az egyik rajzolója ennek a történetnek, ami egy óriási nagy búcsú volt Supermannek a Föld Egyről, és az egész mitológiájának ami után elkezdődött a John Byrne korszak, aki éppen ekkor érkezett a, a Fantasztikus 4 négyesről, és ő vette kezébe a postkrízis Superman-t, élvező történetét, és nagyjából, 25 évvel később, 2011. szeptemberében pedig a DC Comics elindította a New 52 korszakát, ami érdekes mód megint csak Grant Morrison és George Pereznek köszönhetően Érkezett el ez a bizonyos fordulathoz, és utána jött, jött ugye ez a New 52 Superman, aki egyszerűen. Um, én ki fogom mondani, szerintem katasztrofális volt. Tehát én próbálkoztam többször elkezdeni superman olvasni, mert, mert ő a kedvenc ősöm, és nagyon-nagyon szerettem volna Superman-történeteket olvasni, de nem, nem igazán. Nem igazán találtam meg azokat a Superman-történeteket, amelyekre azt tudnám mondani, hogy igen, ez az. És, és a New 52 érában szerintem nem is volt igazából egy olyan Superman történet sem, ami után megnyaltam volna kezemet, vagy azt mertem volna rámondani, hogy igen, gyerekek, ez, ez, ezt így is lehet csinálni, vagy igen, ezt így kell csinálni, mert ez így fantasztikus. És, és ez nagyon-nagyon fájó történet volt. És ez, azért is volt ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, mert ugye a New 52 érában pedig Superman aztól nekem egy kicsit fiatalabb uh, Superman volt, hiszen ha jól emlékszem, körül az a történet ez nagyjából úgy öt évvel azután vette kezdetét, hogy Superman megjelent. Szóval viszonylag kicsebb volt a tapasztalata, mint, mint a korábbi Supermaneknek, és, 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 ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog volt, mert hogy így akarták megfiatalítani a figurát, és így akarták őt sokkal um, közelebb hozni az olvasókhoz talán, és nagyon sokban hasonlított egyébként az 1986-os uh, reboothoz, de hát igen, annak idején nem volt ennyire rossz vagy gyengének érezhető, mint mondjuk a New túlsérában, érában, aminek egyébként szerintem voltak, voltogattak, Alok? majdnem voltak, <laughs> talán menjünk ezzel, majdnem voltak igazán jó pillanatai, vagy olyan ö, elemei, ami, főleg így a vége felé, amire azt mondja az ember, hogy oké, okay, ez, ez így érdekes. Például szerintem a az igazságtörténet száll itt a vége felé, amikor ugye um, nagyon hülye ellenfele volt Supermannek, és uh, Lois Lane kiszivárogtatta azt, hogy ki Superman, hogy Clark Kent, és uh, igazából ez egy ilyen tök jó, de most úgy tök összintén, tehát Érted, érted, a problémám vele. És, és igazából nekem ez volt a végig a problémám az egész szel, Nem olvastam az összes történetet. Időnként bele, belelapozgattam egy, egy, egy történet de nem éreztem azt, hogy ez beszippantott. Ezzel szemben, amikor a kezembe vettem a rebirth oké, okay, a rebirth, a rebirth a Superman spec, az még nem. De, de mondjuk az első lapszáma a Rebirth utáni Supermannek, az viszont már nagyon. Elkezdem olvasni, és egyszerűen áraszt ez a hihetetlen boldog érzés, az, hogy végre egy olyan szuperment olvasok, akire szükségem van. Egy olyan szuperment történetet olvasok, amit nagyon-nagyon élvezek. Egy olyan szuperment történetet kapok két tente, hiszen a, az új életben már két tetente jelennek meg a Superman történetek, amely, amelyet büszkén fogok kezemben, és amely, és amely megtölt valamivel, ami ad valamit. És, és ez olyasmi, amit szerintem igazából nem nagyon lehetett kapni senkitől. Illetve korábban nem is lehetett kapni. És, és nekem nagyon-nagyon jó érzés. Nagyon-nagyon megnyugtatja a lelkem, és, és tényleg felszabadít. Részben azért, mert ugye ebben az új születés érában Supermannek családja van. Lois Lane a felesége. Lois Lane-ről azt érdemes tudni, hogy a kedvenc karakterem. Úgy az összes közül. Az összes... Az összes képregény és nem képregény karakter közül ő a kedvencem hiszen vakmerő eszméletlenül gyönyörű nő, és eszméletlenül rátermelt, és egyszerű, egyszerűen minden megvan benne, ami szerintem egy igazi nő szükséges. És um, ez például kalandvágyó, azért se felejtsük el. Na mindegy, szóval imádom Lois és Clarkot együtt, és um, volt a New 52 érában, főleg így a convergence követően, amikor is, ugye, mert ugye a convergence jött vissza ez a pre-flashpoint előtti Superman, akinek van egy felesége és van egy gyereke, John. Um, na most a gyereknek nincsenek még szuperképességei a Converges idejében, és utána érdekes volt, hogy megtartották őket, és elindították a Lois és Clark című sorozatot, amiben Superman ezt a fekete gúnyáját öltötte magára, ami ugyanolyan, ami nagyon hasonló volt az eredeti gúnyájához, csak komplet feketében, amit én nagyon utáltam. Ráadásul szakála volt, ami kicsit furcsán hatott rá, és igazából nekem annyira nem passzolt a Supermanről kialakított image viszont az nagyon gyorsan Szeretném leszögezni, hogy már az első pillanattól kezdve sokkal szimpatikusabbnak találtam azt a superman mint ezt a pólóban szaladt a superman aki a New 52-ban volt. És nagyon érdekes volt, mert számomra a kapcsolatuk volt az, ami a legérdekesebb volt. Számomra az volt az, ami a Lois és Clarkot úgy Isten igazából a kötelezően, olvasó sorozat, követ, kötelezően olvasandó sorozataim közé uh, sorolta be, mert minden benne volt, amit én hiányoltam egy Superman történetből, bár ha össze kéne hasonlítanom az írást, akkor szeretném leszögezni, hogy azért ég és föld a különbség két híró között. Most, most, nem azért, hogy csesztessem szegény csávót, direkt nem fogom bemutatni a nevét, de én, én, bármennyire is sok jó történetet írt, szerintem ő fiatalabb korábban jobb történeteket írt. Akár Supermannel kapcsolatban, akár bárki mással kapcsolatban szerintem jobb történeteket írt. Viszont most ugye ő csinálja az Action comics hogy úgyhogy azért is igyekszem kerülni, illetve a Batman of the Future című sorozatot is, mint hogy a Batman Beyond, igen, bocs, ez volt a magyar címe, a Batman beyond is ő írja, és nekem már azzal is voltak problémáim, hogy bármennyire is szeretném ezt a történetet, bármennyire is úgy érzem, hogy ez nekem szól, mert imádtam Batman, Batman beyond az animációs sorozatot, és nagyon-nagyon szeretem azt a világot, amiben egyszerűen nekem nagyon durván nem jött be, és próbáltam olvasni nagyjából, úgy, nem is tudom meddig, tehát majdnem egy évig olvastam, és egyszer, egyszerűen úgy voltam vele, hogy jó, jó, de pont, 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 és, és igazából ezek a hiányérzetek, ezek mindig megvoltak vele. És akkor ugye jön uh, Tomassi, aki, aki egyszerűen Megcsinálja. Aki, aki, egyszerűen megcsinálja. Tehát Supermannek a dizájnát is kicsit újra gondolták, az öltözködését is újra gondolták, és egyszerűen fantasztikus, amit letesznek Gleesonnal az asztalra, mert ez tényleg egy olyan Superman történetét vagy egy olyan világ, ami, amit szerintem mi olvasók megérdemlünk. Amit mi rajongók megérdemlünk, az meg aztán végképp. Egyszerűen feel good, tele van pozitív gondolatokkal, nagyon-nagyon jó a kisugárzása, nagyon-nagyon örömteli ránézni a képekre, nagyon élénk színekkel játszik, nagyon szimpatikus Clark, és ha össze kéne a filmekkel, akkor <laughs> nem lehet. Bocs, bocs, de tényleg, egyszerűen nem lehet ezt hasonlítani a filmekkel, mert amit a filmben látsz, az az tulajdonképpen az annak tudható be, hogy Snyder mennyire gyűlöli superman t és igazából szerintem ennek az egész kivetülése az, amit ő az acélemberben, illetve a Batman vs. Superman-ben készített, illetve tárt elénk. És tulajdonképpen az, hogy miért ő csinálja superman miért olyan valaki, aki utálja a hős, mert senki sem olyan hülye útban, hogy bevállalja minden idők legkirályabb hősét, ugyanis nagyon-nagyon nehéz. Az egyik legnehezebb figura filmre vinni. És azért Snyder-t, mert ő batman akart foglalkozni, Batman viszont nem engedte a stúdió, mert akkor még ugye ez Chris tartozott, illetve nem akarták teljesen ributolni vagy csak lerombolni az általa felépített világot, és ezért megpróbáltak egy olyan áthidaló verziót találni, ami később majd egy ilyen egész filmes univerzum állhat össze, szóval nagyon-nagyon komplikált ez a dolog, viszont Snyder ki nem állhatja uh, superman és ez teljesen egészében meg is nyilvánul a filmekben, ezzel szemben Tomasi imádja superman -t. És nekem ezért ő az egyik kedvenc íróm jelenleg a DC-nél, mert, mert tényleg egyszerűen minden egyes panelétől a boldogság érzése jár át. Ami, ami számomra istenigazából igazából működik ebben az új Superman történetben, az mindenféleképpen az, hogy mennyire durvá jók a családi jelenetek. Amikor, amikor együtt van Lois és John, és Clark, az, az, egyszerűen fantasztikus. Ráadásul azt se felejtsük el, hogy, hogy Oké, okay. szóval az egész uh, új éra az ott kezdődik, hogy volt a Convergence esemény tavaly, amiben az összes uh, multiverzumos világból kiragadott uh, hősök kerültek ide, és elmeséltek egy történetet, amit Brainiac uh, provokált ki tulajdonképpen magába, és az egész Convergence elpusztult, és tulajdonképpen ők voltak az egyetlenek, akik a Convergence-ből megmaradtak, ők ugye a Flashpoint előtti uh, Lois és Clark voltak, akik egyébként a, Flash, a Convergence eseményben is a kedvenceim voltak, és... Tulajdonképpen, tulajdonképpen elnyújt az ő és felvetik a Smith nevet, és nem Smallville-be telepettek le, hanem Hamilton megyében egy kis farmjuk van, és tulajdonképpen szenvednek azzal, hogy mi is lehetne a munkájuk, hiszen Superman próbál uh, hősködni. De ugye ennek a világnak megvan a New 52-s szupermenje, tehát nem akar kilépni a riváltába, nem akarja azt hinni, hogy ketten, vagy bárki is azt így, hogy ők ketten vannak, vagy bármi, hanem, hanem a háttérből segít Getty, illetve próbálja meg megvédeni a világot a saját kosztümében, és egyebek. És, és Lois pedig otthon neveli a gyereket, miközben próbál kiadni egy könyvet, és hasonló dolgok, és valahogy így jutottunk el oda, hogy elkezdődött az új születési éra, azaz meghalt a New 52 Superman, ami szerintem körülbelül a New 52-nak a legjobb <laughs> eseménye volt. Én ezt nem mondani. Én igazából nekem, nekem az a pólus jelmez sem tetszett, mert abban nem volt semmi kosztüm. Az, az, teljesen hétköznapi volt, ami tök jó, van értelme, filmben igen szívesebben látnám így, hiszen a Smallville-ben is azért mégis így harcolt, viszont igen, ez a kosztüm, ami, ami a New időszak főleg a végén volt rajta, az már szerintem inkább ez a TV büdzsé kategória, sem mint az, hogy tényleg egy jelmezbe bújtassuk szegény kedvenc szuperhősünket, úgyhogy na mindegy. Szóval, szóval itt vannak ezek az, az apró nősznyi, uh, elemek, amik nem igazán tették élvezetessé a történetet, és eljutottunk valahogy így odáig, hogy itt van ez az új eszületés éra, ahol van egy boldog család, ahol Supermannek be kell töltenie a Supermani végzetét, azaz, miután elvesztettük a New Fate to Superman-t, neki kell uh, lépnie és betöltenie a Superman szerepét, ennek köszönhetően kap egy vadonat új gúnyát, ami sokkal, de sokkal közelebb áll az eredeti klasszikus kinézetéhez, mint az utóbbi, utóbbi években bármi. És szerintem ez volt az egyik első olyan jele, ami nagyon-nagyon pozitív volt. Tehát a megjelenéshez mindenféleképpen nagyon pozitív volt. Aztán ez a Superman, akit mi kapunk ebben a történetben, az szerintem sokkal, de sokkal közelebb áll a klasszikus Supermanhez, akihez, akivel kapcsolatban nagyon-nagyon régen nem olvastunk már történeteket. Hiszen ha belegondolunk, hogy a 80-as években Uh, Frank Milleréknek köszönhetően elindult ez a bizonyos um, hullám, hogy tegyük minden hős, uh, sötétebbé. És ez Batmannél működik, mert Batmanhez szerintem hozzátartozik, őt, kicsit nehéz komolyan venni, gondolom főleg így a Tim Burton filmeket követően, um, a humoros közegben. És én ilyenkor említettem meg, ugye volt ez a Batman 66 sorozat, ami igen. <laughs> szóval, szóval, igen, azért akadnak olyan momentumok, amik um, oké. Okay. <laughs> szóval, szóval, azért batman el lehet viselni uh, humoros köntösben. Ma már viszont nem tudjuk elfogadni pontosan azért, amit Frank Miller tettek vele a Dark Knight returns illetve egyéb batman történetekkel ugye 80-as években, főleg a második felében, meg aztán a 90-es években. Aztán azóta meg, hogy mi történik Batman-nel, ugye a Chris Nolan filmére gondolunk, szerintem ma már igazából Batman nem tudnánk komolyan venni, mint a Batman 66, csak hogyha tényleg nosztalgiával tudunk gondolni arra a sorozatra, vagy láttuk, vagy szeretjük, vagy valami mi van, akkor szerintem mindenféle Um, tudjuk szeretni. Batman humoros köntösben, viszont ő szerintem nem. Superman viszont világéletében a remény szimbóluma volt. Ő világéletében az a szuperhős, aki az optimizmusáról volt híres, aki tulajdonképpen a világot igyekszik egy jobb helyét tenni. Szer szerintem menjünk ezzel, mert Batman igazából csak Gotham City-t próbálja megóvni, illetve megmenteni. Ugyanúgy, mint a Green Arrow is az a zöld is leginkább saját, a saját, városát szeretné megmenteni, bár bizonyos történetekben ő seattle él. Most hadd nem mondjam, hogy mennyire imádom egyébként az új éjszület és érabeli zöld diász történeteket. Szerintem Flash mellett kedvencem egyértelműen, és most már Superman is hál az Ebbe az elit kedvencek top van tartozik. Úgyhogy yay! Na de vissza, ennek annyira legyünk el megint. Szóval Superman szerintem az ő szerepe, illetve az ő jelentőség a képregényekben, az én számomra az mindenféleképpen az, hogy ő a remény szimbóluma. Számomra egy felemelő Superman történet, ahol igazából nem kell neki megküzdeni semmiféle gonosz. neki, nem kell szembenéznie senkivel az igényeket a világon, neki annyi dolga, összfiz, hogy embereket mentsen, és én boldogabb vagyok. Vagy csak lois töltsön egy jelenetet, vagy akár a fiával. Oké. És ezt akár isztek, akár nem, de azok a jelentek, amiket a fiával tölt, ugyanis az első hat történet az, az, az apa-fia kapcsolatról szól. Az arról szól, hogy John elkezdi felfedezni a képességeit. Kezd ráébredni arra, hogy neki képességei vannak. És szerintem, amit ezzel a történettel művelnek, illetve ahogy felépítik a kettőjük kapcsolatát, az egyszerűen tökéletes. Egyszerűen mennyei. Minden egyes közös pillanatuk. Ráadásul ott van Lois Lane, aki ugye most igazából anyatigrisként jelenik meg ebben a sorozatban, nem az a kimondottan túlfűtött, szenvedélyes riporternő, mint akinek a legtöbben ismeritek, hanem hanem, hanem egy igazi anyatigris, Aki, aki eszmetlenül kedves, eszmetlenül édes, viszont bármire képes, bármit képes megtenni azért, hogy megmentse a fiát, vagy megóvja a fiát. És számomra ez csak még vonzóbbá teszi őt, mint karakter, mint személy, mint pedig álomnő. És ezek azok a kis nyilasznyi dolgok, amik szerintem összeadottak nálam az első hat történetet olvasván, amiről egyébként írtam is egy cikket, aminek, szintén, aminek megtaláljátok a linket itt lent a leírásban, és ami szerintem talán én ki fogom mondani, talán, talán minden idők egyik legfelemelőbb Superman történetei voltak mert egy nagyon-nagyon jó történet történetszállat dolgoztak fel, nagyon-nagyon érdekesen tálalták a dolgot, viszont amiért számomra az egész igazából működött, az talán az az a, a fia kapcsolat volt, mert ez szerintem eszméletesen fantasztikusan lett kidolgozva benne. És bármennyire sérültetlenül fog hangzani, de mégsem, mégsem innen való a kedvenc történetem a, az utóbbi fél évből, hanem a kedvenc történetem azt és most nem ér röhögni, az a hetedik lapszám lesz. A hetedik lapszám lesz, amelyben Clark, az, Clark miután megmentette egy-két szemét és segített az összes szuperhősnek a DC univerzumában, hazamegy, és azt mondja Loisnak, hogy drágám, itt a köpenyem. Ez az, ezzel megígérem neked, hogy most akkor kimegyünk a vásárba, és bulizunk egyet a vidámparkban. És Lois nem akarja elhinni, de amikor odaadja neki a köntösét, vagy a köntösét, a köpenyét, akkor utána, oké, okay, ez nagyon-nagyon jól -nagyon hangzik, ez nem úgy hangzik, mint hogyha mint hogyha te lennél, szóval megígéred azt, hogy tényleg semmiféle szuperhősködés nem lesz. És akkor ugye azt mondja, hogy semmiféle szupermenkedés nem lesz. És a film már bőven, amikor, amikor az apa hazajön, és azt mondja neki, hogy gyerekek, menjünk el a vásárba, kis csávó húzza cipőjét, tök lelkes, egyszerűen, ezt szeretem legjobban egyébként Johnban, annyira fantasztikusan élettelteli figura. Ez volt az a szó, amit kerestem rá. John mert nem teli figura, ami, ami, miatt szerintem, vagy számomra ő sokkal, de sokkal szimpatikusabb, mint bármelyik könyvfigura, aki valaha megjelent bármilyen dísz történetben, vagy bármilyen képregényben, mert belőle árad mindaz, ami szerintem Supermanben megvan, csak most mivel egy gyerek kapod meg ezeket a pozitív gondolatokat, illetve energiákat, szerintem egy kicsit, kicsit másképp csapódik le, vagy kicsit jobban érződik a dolog. És szóval Szóval imádom ezt a figurát, imádom John-t, és imádom őket együtt. És ez az epizód, ez pontosan azért volt nagyon jó, mert itt kaptunk nagyon sok családi jelenetet, nagyon sok olyan nüanszi momentumot kaptunk, amelyek szerintem minimum felemelőek voltak, amik, amelyek minimum uh, megdobogtatták a szívünket, és amelyek minimum, amelyek alapján mi azt éreztük, hogy igen, végre valhára valami olyan dolog történik itt, ami, amit élvezet olvasni, amit élmény olvasni, ahol, ahol le sem tudjuk tenni, és amit sokszor és sokszor újra, fogunk el, újra el fogunk kapni, mert egyszerűen szerintem fantasztikus. Tehát az a fajta családi életérzés, ami ebben a hetedik lapszámban van, az utánozhatatlan. Az, az, tényleg az a kategória, ami utolérhetetlen, és egyszerűen én nem tudom, mikor élveztem utoljára a képregényt ennyire, mint, mint amennyire teszem ezt a hetedik lapszámmal, és ez, ez tényleg ez egy fantasztikus történet volt. És utána jött még néhány történet, utána, utána, mindegyik kaland tulajdonképpen két epizódos volt. A nyolcadik, kilencedik történet, hogyha jól emlékszem, akkor az volt a dinos, igen. Na ez volt egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Um, John kísérletezgeti, kísérletezget egy tárgyal, Amiről kiderül egyébként, hogy teleport, és átkerülnek egy olyan világba, ahol vannak dinoszauruszok, és talán nem is biztos egyébként, hogy átkerültek egy másik világba, mert az nem igazán derült ki. Az tudira kiderült, hogy egy olyan helyen vannak, ahol vannak dinoszauruszok, és ahol második világháborús pilóták, vagy egy, -egy pilóta, egy túlélő van, aki a dinókkal küzd az életért, az életben maradásért. És nekem ez a, ez a történet az azért volt nagyon szimpatikus, mert nem tudom, olvastad és ö, klasszikus képregényeket, mondjuk ugye 60-as, 70-es évekből. Ez miért nem? Tehát a, én a Suicide squad olvastam tavaly rengeteget, és ö, az, ők 1966-ban voltak. Akkoriban az összes Suicide Squad történetben mivel volt dolguk? Vagy dinoszauruszokkal, vagy godzillákkal, vagy a kettő kombinációjával, vagy valami ilyen túlméretezett, eszmetlenül nagy idiotizmussal. És imádtam. Egyszerűen fantasztikusak voltak azok a történetek, és bár most sokkal lájtosabban, de valami nagyon-nagyon hasonlót uh, kaptunk, és iszonyatosan jó volt ez a retro filmink, mert ez is csak megerősítette azt, hogy bár ez egy modern Superman, ez egy iszonyatosan modern Superman, akinek már családja van, aki egyszerűen fantasztikus, sokkal pozitívabb, sokkal kisugárzóbb, sokkal um, jobban megtölti a paneljeit, mint bárki más korábban. A, a, aki ezt a gúnyát viselte, illetve aki ezt a szerepet betöltötte. És mégis annyira durván retro megjelenése, a kisugárzása, a viselkedése, a gondolkodás módja, egyszerűen mindene annyira retro, és akkor benyomnak egy ilyen dinoszauruszos történetet, amire én először azt hittem, hogy oké, okay, lehet um, egy kicsit elvetettük most ezúttal a súlykot, és nem, eszméletlenül imádtam. Eszméletlenül imádtam két okból kifolyólag. Egyrészt dinoszauruszok. Klasszikus képregény feeling ütt Üt, tútira büntet. A másik pedig az, hogy ebben is mennyire durván erőteljes volt az apafiú kapcsolat. Amit, amit eddig az, az eddigi kilenc rész alatt nagyon-nagyon élveztem, azt szerintem itt jobban kicsúcsosodott, hiszen itt már nem volt senki más mellettük. Aztán jött a 10-11. történet, ami a februárban elinduló Super Sans című történet tett, vezette fel, vagy képlegén vezette fel, ez volt az első olyan kaland, amiben Superboy és Damien Wayne először találkoztak. És hát persze ki nem egy egymást. Az egész úgy kezdődik, hogy Damien bolja a Superboy-t, mert hogy nem bízik benne, mert hogy Superboynak vannak olyan képességei, amik nem tudja, hogy micsoda, nem tudja őket még használni, fogalma sincs róla, és emiatt Robin fél tőle, és ez is egy annyira fantasztikusan klasszikus életérzést váltott ki belőlem, mert visszament egészen addig, amíg Superman és Batmannek volt ez a kapcsolata. És közben mégis egy nagyon-nagyon nüansznyi kikacsintás volt a Batman Superman ellen ami, aminek szintén ez volt a témája, hogy Batman mennyire nem bízik Supermanben, és mennyire igyekszik ellene felkészülni, hogy, hogy mi van akkor, ha Superman elszabadul, meg hasonlók. El nem tudom mondani, mennyire imádtam ezt a történetet, mennyire, mennyire lenyűgözött, és mennyire odáig meg vissza voltam ezért, főleg, főleg azért, mert összebúnyoztak, és John behúzott Damiennek, és nekem az volt a kedvenc panellem, ugyanis én ki nem állhatom damien Tehát, ha nekem van olyan karakterem, akit a DC univerzumból a létező legjobban utálok, akkor azt én garantálom hogy az Damien Egy Egyszerűen nem tudom megkedvelni ezt a kis rácot. Nagyon sok történetben olvastam már róla, nagyon sok történetet olvastam vele, amiben benne volt, vagy ő volt épp a főszereplője, világéletemben úgy voltam vele, még akár animációs sorozatokban is, hogy ki nem állhatom. Egyszerűen, egyszerűen, tényleg, tényleg nem tudom hova tenni, nem tudok vele mit kezdeni, egyszerűen iszonyatosan idegesítő. Ha összehasonlítjuk hogy Dick Graysonnal, aki szerintem minden idők legjobb robinja, aki egyébként ugye észánként van jelenleg egy fantasztikus történetben a DC-nél, szerintem ő, ő volt a legjobb robin. Akárki, akár, akármit akár, akár, mond, szerintem, szerintem ő volt a legjobb robin. Ja. Úgyhogy, úgy, én óriási nagy Grayson vagyok, és hozzá képest Damien Vén egy brutálisan nagy visszalépés. De majd egyszer talán ezekről a dolgokról sem fogok beszélni. Um, aztán a, ennek a történetnek a második felében um, az apa fiú, a élve, Superman és Batman úgy döntöttek, hogy oké, okay, akkor tegyük őket meg egy próbatételnek, ugyanis ki kell érdemelniük azt, hogy viseljék a köpenyt, a szemüveget, vagy bármit, amit éppen viselnek. Tehát az egyenruhájukat tulajdonképpen, hogy szuperhősök lehessenek. És együtt kéne dolgozniuk. Na most Damien egy eszmetelül önző pöcs. Bocs, ezt nem tudtam szebben megfogalmazni, aki, akit egyszerűen nem lehet elviselni. És ott van nekünk John, aki igyekszik és próbálkozik és együtt dolgozni, és segíteni Damiennek, és meg is menti az pár párszor, de mégsem alakul ki köztük az a bizonyos valami, amire, amire szükséged lenne. És szerintem ez az, amiért nagyon-nagyon izgalmas lesz, ugyanis, hogyha ilyen lesz a kapcsolatuk a, a sons is, hát bizony, tessék felkötni a gatyánkat. Azt hiszem, nagyon-nagyon sok stresszes időszakra lehet számítani, amire én egyébként számítok is, mert. Hát igen, Démilyen Wayne mellett szerintem nem lehet másképp csinálni. Szerintem egyébként annak a csávónak az is egyébként a nagy probléma, hogy mennyire hiányzik neki, a, vagy mennyire hiányzott neki a gyerekszoba, meg azt hogy nem volt gyerekkora, hiszen ő világéletében erre volt kiképezve, hogy, hogy Batman megölje Batman elvégben, ugye ez volt a kiinduló pontja az egésznek. Aztán utána mellé és igen, most nem akarok belemenni a részletekbe, de szóval neki hiányzott a gyerekszobája, maradjunk ennyiben. Míg John úgy nő fel, hogy szerető családban, hangsúlyulja a teljes családon van, és a szeretőn, és um, ennek a személytől sokkal kiegyensúlyozottabb, sokkal vidámabb, és sokkal um, szimpatikusabb figura is. Aztán a 12.-13. lapszámokban vagy fizetekben szerintem már annyira nem volt kimondottan erőteljes a történet, ezekben megjelent Frankenstein. Um, érdekes volt Frankenstein is Supermannek az ellentéte, illetve ennek a kiehangsúlyozása. Szerintem Frankensteinnel, amit kiosztak, amit kiosztak a figurából, azt nagyon ügyesen csináltak, nagyon-nagyon jól csináltak, nagyon okosan építették fel ezt a történetet, és szerintem minden benne van, ami, 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 miatt ez működött tulajdonképpen. Mert bár az az érzés, hogy mindegyik második történetszállal jobban és jobban elrugaszkodik a valóságtól, illetve attól, amit megteremtett valamilyen szinten az első hat történet alatt, mégsem tudom rá azt mondani, hogy ez egy borzasztóan gyenge történet lett volna, mert igazából nem. nem is én nem érzem annak. Um, szerintem, hogy a dinos, dinossal van egy szinten, meg, meg azért tegyük hozzá, hogy ez a Frankenstein sem jelenik meg túl sűrűn, pláne nem manapság a DC univerzumában, már pedig ő is egy nagyon-nagyon jó szuperhős. Szóval, igen, <laughs> ez, ez, egy nagyon-nagyon érdekes um, dolog, hogy mi, mi, is kerekedik ki belőle, és mi sült ki belőle. Um, viszont, viszont van még egy olyan eleme, ami, amit, amiről muszáj beszélnem a superman kapcsolatban, ugyanis nekem, én bevallom nektek, közint, neked szintén ez a kedvencem, a kedvenc, kedvenc részem. Um, superman, Superboy, mert ugye ez Johnnak a neve, John Smithnek egész pontosan, aki Hamilton megyében él, valahol. Um, szóval Johnnak van ez a szomszéd kislány. Keti a neve, aki, akivel szerintem fantasztikus a kapcsolata. Um, az első, talán már ő az első történetekben megjelent, amikor John valami szörnyű dolgot művelt, uh, véletlenül. És um, ő látta, viszont nem beszélnek róla, viszont közt kialakul egyfajta. Jó, és nem tudom, hogy tegyem. Um, az első szerelemnek az illúziója én mennék ezzel. Amikor, amikor tudod, nem tudod még magadról, hogy szeretsz valakibe, vagy nem tudod azt, hogy valakivel összetartozol, de, de közben ott van az a kötelék, ami, amit mások megéreznek. Én legalábbis érzem azt, hogy itt kettő között van valami, vagy kell, hogy legyen valami, még ha ez nem is lesz soha több, mint barátság. Szerintem az a kapcsolat, ami neki kettivel van, az nagyon-nagyon fontos. Az nagyon sokban hasonlít ahhoz, ami Clarknak lehetett mondjuk Lánával. Talán, én, én, ezt így fogalmaznám meg. Nem feltétlenül arra gondolok, amilyen kapcsolata volt mondjuk a small ben Lenával, vagy azokban a verziókban, ahol a szerelme volt, vagy összejöttek, hanem, hanem én olyasmire gondolok, hogy, hogy um, barátok lesznek, és fontos lesz, és lehet, hogy ő lesz az első a családján kívül, illetve az egész igazságligáján kívül, akinek elmondja azt, hogy tulajdonképpen ő szuperfiú. fiú. <laughs> Bocs, ez magyarul terekű hangzik. Nem egy szóval, hogy szuperboly. És um, Szerintem ez nagyon-nagyon érdekes a kettő kapcsolata, én nagyon-nagyon imádom, eszméletlenül édes. És tulajdonképpen, tulajdonképpen ez a legjobb. Az egész sorozat nagyon-nagyon pozitív, nagyon-nagyon optimista, nagyon-nagyon szerethető, nagyon szeretetteljes. És közben ott van nekünk ez a Jonas történet szál, ami meg egyszerűen annyira édes, hogy. Nem tudok betelni vele. Tehát te, legszívesebben leragadnék ezeknél a paneleknél, mert annyira élvezettel olvasom minden egyes megjelenésüket, közös életüket, és bármennyire szeretném, hogy egy történetben majd ők kerüljenek a középpontba, és ö, csak róluk szóljon, szerintem nem igazán tudom, hogy ez meg fog-e történni, vagy hogy, vagy hogy rajtam kívül más is kíváncsi rá. De most itt de most komolyan, um, és őszintén te nem lennél kíváncsi mondjuk egy Keti és John történetre? Mert nem feltétlenül egy spin kell gondolni, nem feltétlenül egy, egy minisorozatra kéne gondolni, hanem mondjuk akik egy olyan lapszámra, füzetre, amiben, amiben, ők az ő barátságuk kerül a középpontba, ahol, ahol nem kimondottan az apafiú fiú kapcsolaton van a hangsúly, mint ahogy ebben a Superman történetben, hanem, hanem sokkal inkább magán a szuperfiún. Oké, okay, ez tényleg úgy hiszik egyre inkább, mint egy spin off a um, De a Tehát most mit csinálják igazából? Igazából nekem nagyon-nagyon szimpatikus John figurája, én nagyon-nagyon szeretem a figurát, szerintem rengeteg olyan pozitív dolgot hoztak ki belőle, ami, amire nekem szükségem van, mint olvasó, illetve olyan sok pozitív um, életérzést kaptam ettől a sorozattól, amelyhez foghatóval nagyon-nagyon kevés képregény képes ellátni engem és emiatt iszonyatosan hálás is vagyok. Azért, hogy ez a sorozat, ez, ez ilyen jó lett, mint, mint amilyen, és ezt nem is szeretem olvasni. Még akkor is, hogyha havonta csak egyszer olvasom, viszont akkor egész történet, tart, történet részeket, történet szálakat, amik általában mondjuk is két részesek, de akkor is nagyon-nagyon-nagyon élvezem. És, és iszonyatosan, iszonyatosan jó, gyönyörűek a rajzok benne, nagyon-nagyon jó a panelosztása, gyönyörű színvilággal rendelkezik az egész sorozat, és egyszerűen a történet szerintem fantasztikus. Én, én tényleg nem tudok más mondani rá, mint azt, hogy ez tényleg fantasztikus. Ha, ha én magyar kiadó lennék, viccen kívül, én egészen biztos, hogy azt mondanám, hogy ez egy olyan Superman történet, vagy egy olyan Superman korszak, amiben érdemes lenne nem kimaradni. Érdemes lenne beszállni. Mert ha nem, nem, nem igazán vagyok képben azzal, hogy Superman Magyarországon mennyire volt népszerű, vagy mennyire lehetne sikeres, vagy lehetett sikeres, vagy volt sikeres az elmúlt években. Viszonylag szerintem kevés Superman történet jelent meg, még akkor is, amikor a Smallville nagyon-nagyon népszerű volt, főleg a fiatalok körében. Az égét állatcímre kell gondolni. De, de most itt vagyunk, és szerintem most miért ne? Végülis az acélember filmek mennek valamilyen szinten. Igazából szerintem senki nem szereti őket, sőt, sőt. De, de mi van akkor, hogyha pontosan a magyar képregényolvasók is egy ilyen történetre vágytak, mint, mint ez az új, az új eszületett Superman. Mi van akkor, ha ez lehet az, ami majd áttörheti a gátat, és ami Superman Magyarországon is népszerűvé teheti, vagy népszerűbbé, mint, mint ahol jelenleg van, hiszen szerintem bár még azt mondják, hogy Superman a világ legnépszerűbb szuperhőse, én azért őszintén kételkedek ebben, ugyanis szerintem Batman az. És ugye most csak Magyarországra gondolunk, akkor szerintem kristálytisztán látszik az, hogy Batman népszerűsége, kb. Batmanről mindenki már hallott. Legalább egyszer élete során. Tehát van, van fogalma arról, hogy ki is ez a figura. Superman Na, ő már egy kicsit nehezebb kérdés, és részben azért, mert az utóbbi 20 évben nem készült annyi film, vagy egyéb produkció vele kapcsolatban, bár ez így hülye hangzik, mert ott volt a Lois is Clark, ami 4 évados, évados, sorozat volt, talán 5, 4, 4, na, vala, 4 vagy 5, mindegy, meg ott volt a Smallville, ami pedig minden idők leghosszabb sci-fi sorozata volt a maga 10 évadával. Szóval... Superman, nem valahogy szerintem mindig is jobban működött a tévében egyébként, mint, mint Batman. Batmannek inkább a nagyvászon az, ami fekszik. Viszont Um, ez sok, sok mindenünk betutató egyébként, hogy Superman miért működik jobban a tévében, mint a nagyvászon. Ezt most anélkül kifejteném, mert nem akarok kifutni az időmből teljesen. Um, csak annyit mondanék, hogy szerintem azért működik Superman jobban a kisképernyőn, mint a nagyvásznon, mert szükségünk van rá. Jobban, mint bármikor, főleg most ebben a, a Trump-érában. Szerintem Superman azért működik tényleg jobban a kisképernyőn, mert az embereknek szükségük van rá, és minél sűrűbben találkozunk vele, annál sűrűbben menthet meg bennünket. Hiszen ő, remény, hiszen ő a reménynek a szimbóluma, ő reménnyel tölt meg, és bíztat bennünket. Míg Batman, hát legyünk őszinténk, ő a sötét trutyiban csücsül és uh, nem fogok belemenni egyébként, hogy mi a problémám Batmannel. Imádom egyébként a figurát, de egyre jobban idegesít, hogy mindenhol csak Batman. És um, uh, igazából a Supermanről szerintem az emberek zöme többsége megfeledkezik, és szerintem ez egy óriási, óriási íba, főleg így a mai új, új korszakban, ahol egyszerűen szerintem lenyűgözőek a Superman történetek, és amiket én, én személy szerint nagyon-nagyon imádok olvasni, és uh, szerintem tényleg ha, ha valaha van értelme Magyarországon belefogni Superman kiadásba, akkor szerintem most ez, mert ez, ez tényleg az a kategória, ami, aminek meg kéne jelennie. Úgyhogy hajrá, Superman! Karaktertábor Black Lightning Ma egy érdekes karaktert fog bemutatni, akiről szintén terve van véve egy sorozat, illetve legalábbis fejlesztés alatt áll, ha minden igaz, viszont um, már nagyon-nagyon rég nem hallottunk róla semmit, ha jól ő is talán, mint hogyha Foxnak menne, és talán Berlanti készíti ezt a sorozatot is. Um, de elmondom, hogy Black Lightning karakterem miért is volt olyan érdekes, illetve ki Tony Isabella és Trevor Von Edennek a figurája volt. Aki először a saját képregényében jelent meg, 1977-ben a Black Lightning első számában. És ő azért történelmi mérföldkő, mert ő volt az első afroamerikai szuperhős akkor még a képregény történelemben. És ez bizony hatalmas dolog volt. Ha ő nincs, akkor nem lehetne a Black Panther filmeket készíteni, meg hasonlókat. Úgyhogy Black Lightning igenis fontos akár tetszik, akár nem. És um, neki elektronikus szuperképességei vannak, de igazából ő ennél jó volt a több, mint hogy uh, egyszerűen a világokat így puff puff uh, tüzelgeti, mint egy idióta. <laughs> um, bármit képes például elektromosságá kovácsolni, ami szintén nagyon-nagyon teszi őt, ami ami szerintem nagyon-nagyon jó. Aztán eszméletlenül intelligens figuráról is van szó, amit szerintem kevesen feltételeznének róla, mert hát ha ránézünk, akkor látjuk, hogy mennyire pultása jó testvelépítése van, de hát ugye a test nem minden. Hanem ennél jóval több mindenről van szó, és ezzel azt sem felejtsük el, hogy neki, ha minden igaz, akkor fizikában van um, diplomája. Szóval nem egy hülye emberről van szó, aki ez a Black Lightning figura, aki sokban hasonló mondjuk Mr. Fantastichoz, vagy akár vasemberhez de valahol pedig mégsem feltétlenül olyan, mint ők. Úgyhogy nagyjából remélem, hogy így tudjátok hol tenni. Aztán ott van neki az elektromágneses képessége, ami szintén nem a levecsülendő dolog. Képes arra, hogy kialakítson mágneses mezőket, és ennek köszönhetően mozgassa, illetve kontrolláljon tárgyaknak a mozgását. Szóval van benne egy kicsike magnetos dolog és vagy beütés. Vagy ha ez így segít, őt <laughs> hova tenni. Aztán ott vannak neki ezek a fekete villámok, amelyek um, Jefferson Pierce képes arra, hogy elektromos villámokat um, dobog, dobálgasson, de ott van neki az a különleges képessége, hogy ő mindenféle egyéb színezetű uh, villámokat is dobog, dobálgasson, és akadnak ugye ezek a feketék. Black Lightning egyébként egy mágián alapuló személy, szóval rá a fizika törvényei nem igazán vonatkoznak, ami nem teszi őt, mondjuk, Dr. Stranger egyenlővé, de, de azért akadnak olyan nyúlszti momentumai, amelyekben a mágia megjelenik, és amelyek őt igazán erőteljesé teszik. Aztán ott van neki még az a tulajdonsága is, hogy méregből táplálkozva is tud um, erőt meríteni, ami viszont nem teszi őt HK-hál hál az égnek, hanem, hanem ez egy kicsit. Um, Érdekesebb az, amit ő művel ezzel az energiával, ugyanis ennek köszönhetően ő végtelenített erőre tehet szert, ami nagyon durva, és nagyon-nagyon elgondolkozott, hogy vajon akkor Black Lightning mennyire lehet erőteljes figura. És, hogyha hozzáveszik azt, hogy teleportációra is képes, akkor... Szóval... És ez, és ez még mindig nincs semmi, hiszen ott van neki még azok a... Azok a tulajdonság, hogy képes lenyomozni az elektromosságot, illetve képes arra, hogy meggyógyítsa ö, önmagát. Ami nem feltétlenül olyasmi, mint mondjuk Farkasé vagy Rozsomáké, hogy sokan szeretik őt hívni, hanem egy kicsit, kicsit másabb, de valamilyen szinten azért eléggé hasonló ö, történet. Ennek pedig, ha minden akkor az egyik legjobb ö, képlete, vagy egy képlete? Az egyik legjobb történet ezzel kapcsolatban aztán 2000-es évek elején volt, miközben az aztán a Superman 175. száma, azt hiszem, amit Jeff Lobb írt, aki jelenleg ugye a Marvelnél a TV részleg a vezetője, és ebben a történetben egyébként Superman ellenfelet Doomsday volt meglepő mód, és superman ugye ebben a történetben kvázi kinyírták, és használnia kellett a képességét Black lightning hogy... Hú, basszus, mi az orvosi kifejezés ennek, hogy izé... Um, nem fog beugrani. Nem, de egy szóval újraindítsák a szívét és az energiát is képes manipulálni meglepő mód, arra nem is beszélve, hogy a bioelektromágneses bio manipulációra is képes, és ha hozzáteszem azt, hogy még repülni is tud, hát bizony jobban elgondolkozunk azon, hogy vajon nem-e ő minden egyik legjobb szuperhőse, főleg hozzáteszem még azt is, hogy szuper végtelen az energiája, szóval szuper erős. És ne felejtjük el azt sem, hogy neki is van szuper sebessége. <laughs> Akár hisztek, agár nem. Ugyanis Nagyjából 220.000 mérföld per órával képes száguldozni. Tessék, tessék, ezt, ezt el lehet dönteni, hogy hova tegyük. Black Lightning egy fantasztikus figura, aki nagyon-nagyon erős, és sok értelemben szerintem erősebb is, mint mondjuk Superman. De vajon kik erősebbek, mint Superman? Ezért lehet, hogy vissza kell jönnöd majd a következő epizódba, ugyanis... Ez is egy olyan téma, amiről érdekes lenne beszélni. Mit gondolsz? elolvasva. Baby Blues 2016. Jelenleg a kedvenc aktív képregény kockám, azaz a napi újságok végén megjelenő képregényem, az mindenféleképpen a Baby Blues. Mert um, imádom meg családot, egyszerűen fantasztikus humora van ennek a sorozatnak, és az élet egyszerű oldalát igyekszik bemutatni, annyira szórakoztató formában, hogy a végén már teljesen elgondolkozott azon, hogy akarsz a gyereket, vagy nem. <laughs> Egész konkrétan, hiszen a Megferson család um, tulajdonképpen három gyerekből áll, és uh, szüleikből. És um, tulajdonképpen a gyereknevelés uh, része annyira nem hangsúlyos. De sokkal inkább az, hogy a gyerekek um, az ő általuk elkövetett dolgok mennyire humorosak. Illetve, arról illetve az is nagyon-nagyon fontos, hogy Hemi mennyire nem szereti zojét És hogy ezt igyekszik mindig hangsúlyozni, és így bosszantani a hugát, vagy a nővérét, és hogy milyen kettő kapcsolata, illetve hogy hogyan viszonyulnak ők a legkisebb tesóhoz, és ezek a dolgok, ezek így összeadódnak, és szerintem egyszerűen fantasztikus minden ízében a Baby Blues, ami 2016-ban is remek, remek poénokat gyártott. <laughs> és azért, ha belegondolok, azért még a 356 képregényt csináltak meg egy év alatt, és szerintem Tényleg, tényleg, nehéz hova tenni, mert uh, fantasztikus a humora még mindig a sorozatnak, és már nem is tudom, talán 26 éve van, talán folyamatosan, vagy 25-26 éve jelenik meg, valamikor a 90-es évek legelején indult a Baby Blues egyébként, és uh, szerintem ahhoz képest nem is érződik rajta az, hogy mennyire lassan telik az idő, hiszen ha jól tudom, illetve jól emlékszem, akkor nagyjából úgy négy év, négy föld, földi év az egy képregény évet ölel fel, vagy fe, annak felel meg. Úgyhogy nagyjából úgy, úgy telik az idő. Ennek köszönhetően lehet már három gyerekük, hiszen amikor a sorozat indult, akkor még csak Zoe született meg. Szóval azért alakul az idő. Most, most már mindenki iskolába jár. És um, igazából nem fogok kiemelni most egy képkockát sem. Részben mert nem tudnék kiemelni egy képkockát sem. Részben pedig azért nem, mert um, igazából tényleg nem, nem, nem lehetne választani. Redesül a, a Blues kifejezetten egy olyan képregény, amit szerintem érdemes látni. Nagyon-nagyon egyszerű az angolja. Könnyen meg lehet találni őket egyébként online is a képkockáikat, és, és ez szerintem nagyon-nagyon jó. Um, érdemes akár naponta is olvasni Baby blues ugyanis tényleg három panelből állnak a történetek, és mindegyik panelben mindegyik panelben akadnak olyan dolgok, amik amik szerintem nagyon-nagyon murisak, vagy nagyon-nagyon viccesek, és minden esetben nagyon jó a poénja. Hiába a 26 év rutin az 26 év rutin. <laughs> ezt, ezt tudom már csak mondani. Um, egyszerűen fantasztikus. Tehát egy szerintem szerintem napinkban sok, nagyon sok uh, képregény kocka fut, nagyon sok képregény kicsike dolog fut. Um, én nem feltétlenül mondanám azt, hogy mindegyik nagyon jó. Nem feltétlenül mondanám azt, hogy bármelyikük is kiemelkedő, vagy valami, de a Bible szerintem mind közül talán az egyik legjobb. Ha van olyan képregénykocka, amit te olvasol, akár magyar ul, akár külföldi ül, ul meg ül, ugye, upul meg az üpül, nem, de szóval, ha vannak ilyenek, akkor légy szíves, mindenféleképpen ajánlj nekem párat, ugyanis én mindig vevő vagyok arra, hogy képregénykockákat olvasok, ugyanis jelenleg csak Kázmér és Hubát olvasok, amit egyszerűen nem lehet megunni, pedig, pedig már nem is tudom, 96-ban ért véget talán a sorozat, szóval nagyon-nagyon régen. És um, igen, mind a mai napig nem tudom letenni. <laughs> és a Baby Blues is nagyon-nagyon hasonló, amit nagyon szeretek újra és újra olvasni, és igazából nem régiben kezdtem el újra előről olvasni, mert tényleg az a, az a, képregény, ami, 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 ami megnevettet, ami, ami megmosolyogtat, ami az életnek az, az, az apró örömeit igyekszik bemutatni. Azt, hogy tényleg minek lehet örülni az életben, és szerintem emiatt nagyon-nagyon fantasztikus és fontos a mondani valója. Flash! A Flash. Hú, gyerekek. Ha én ezt egyszer a klubban elmesélem, akkor akkor ott azt nem maradt. Um, Joshua Williamsonnak én megveszek a Flash történeteiért. Szerintem, amit ő csinált, amit ő kihozott ebből az egész új az egyszerűen mennyei. Tehát önmagában az, hogy ő kapta a legnehezebb feladatot rögtön az elején, a, amikor meg kellett jelennie Voli Vesznek, és hogy hogyan ez az a kettő kapcsolatát. Ráadásul utána úgy kezded el a saját történetedet mesélni, hogy jön ez a vihar, ami, ami több száz pisztert termel ki, csak a te városodban, akik, akik közül nem mindenki a jó oldalt képviseli. Egyszerűen az agyam eldobtam, annyira élveztem, annyira pörgős volt, annyira jól kidolgozott, annyira gyönyörűek a rajzai, és minden ízében egyszerűen az egyik legfantasztikusabb DC élmény jelenleg szerintem a Flash, mert moskosul jól kidolgozott történet, moskosul benne van minden, amire szükséged van, és szerintem ugyanúgy, mint, mint ahogy Superman visszament valamilyen szinten a gyökereihez, ugyanúgy a Flash is valamilyen szinten visszament azokhoz a történetekhez, amikor a legjobb volt. Ez pedig nagyjából nagyon sok korszakot megnevezhetünk a Flash legjobb időszakának, de szerintem mindig is akkor volt talán a Flash legerősebb, amikor Wally West-et képezte ki. És tulajdonképpen most is ez történik, ugyanis ez utána egy afroamerikai Wally West-et képez ki. És hogyha mindez nem volna elég, akkor elkezd randizni iris is, ami szintén nagyon-nagyon jó történet száll. Még úgy is, hogy elkövettek egy, elkövetett a szerint egy olyan, nem nevezném baklövésnek, de egy, egy, nagyon érdekes dolgot, amire, amire én kíváncsi lettem volna, ami, ami, ami nekem nagyon-nagyon fájt, amikor ezt a figurát kiírta a történetből, mert Szerintem, nem tudom, én kíváncsi lettem volna egyébként arra, hogy mit, mi sülhetett volna ki a dolgokból, és szerintem valahol, valami szerintem nagyon fontos is lett volna, hogyha átélhetjük, vagy láthatjuk azokat a dolgokat. Nem történtek meg, nem esek kétségben, pár szeretnék, de, de nem fogok kétségbe estni, mert én nagyon nagyon szeretem iris és Barit együtt, képregényekben sokkal jobban, mint a tévésorozatban, viszont már tévésorozatban sem idegesít Iris annyira, úgyhogy már ott is ki vagyok elégedve, vagy meg vagyok elégedve velük, ki vagyok elégedve velük, hát az, hogy ne. Szóval, szóval nagyon-nagyon élvezem a jelenlegi Flash történeteket. Szerintem a jelenlegi DC történetek közül, ha csak hármat olvasnátok, akkor ez az alábbi három. A Flash. Szerintem troly magasan a legjobb történet, az egyik legjobb stílus, és minden, amit csak akarsz, az benne van ebben a Flashben. Minden, amiért Barry ellen szeretjük, minden, amiért ez a figura valaha működött, működni tudott, azt szerintem benne van, azt szerintem ez nagyon jól működik, ennyi kész, ezt nem tudom tovább hovaragozni. A másik nagyon hasonló történet szerintem az a zöld ilyes. Én imádom. Tehát Oliver Queen visszakapta a keskeszakálát és seattle -t. És, ami mindennél fontosabb, az az, hogy ott van vele fekete kanári. A ketten együtt pedig egyszerűen mesések, imádom, gyönyörű a román szál, ami van. Ugye szintén azt hiszem az első történet szál fége felé volt az az epizód, amikor, amikor az egyik legromantikusabb epizód volt a zöldi jászok történetében, illetve a legszexuálisabb epizódja is volt, ami, ami szerintem egyébként lenyűgöző volt minden téren, és amit én eszmetlenül imádtam, mert voltam végig egyszerűen lenyűgöz kettőjük kapcsolata. Nagyon-nagyon gyönyörű az, ahogy árnyalják a dolgokat. Nagyon imádtam az első pillanatok kezdve, amikor ők, együtt, amikor ők összefogtak és együttműködtek. Szerintem nagyon-nagyon jól működik. Talán ez egyik legjobb páros a DC univerzumán belül. Még úgy is, hogy mind a kettő megérdemelni akár a saját sorozatot, az, hogy egyedül diadalmaskodjon, illetve illetve úgy ez a fekete kanári van benne a Bad Girl and the Birds of Prey című történetben, amelyiket szintén nem egy kimondott a rossz történet, de, de szerintem ez az, ami mindenféleképpen meghatározó nagyon-nagyon sok szempontból, és ez ezek azok a dolog, amikért szerintem iszonyatosan fontos. Arról nem is beszélve, arról nem is beszélve, hogy szerintem az összes um, jelenlegi dísz történet közül a zöld yes van a legjobb rajstílusa. Ugyanis ez az, ami szerintem a leginkább hasonlít a Paul Dinnék által megteremtett Batman az animációs sorozatnak, illetve a 90-es évek klasszikus animációs stílusához. És szerintem pontosan ezért működik számomra annyira brutálisan jól. A harmadik pedig én szupermennel fogok menni. Nem csak azért, mert haza akarok beszélni, nem csak azért, mert a mai egész 60 percenben Supermanról beszéltem szinte, vagy minden egyes témában előkerült, hanem azért, mert egyszerűen ez tényleg lenyűgöző az, amit most művelnek vele. És ha mondhatok még egyet, <laughs> pár igazából szinte mindéket végig mondanám, igazából, igazából szerintem a következő adásban majd ez is lesz a téma, hogy melyik DC sorozat a legjobb tulajdonképpen. Um, a negyedik, negyediknek én nem betűket fogom mondani. Én nagyon-nagyon féltem, amikor a Fletcher tar, um, Stuart trio leváltották, ugye, illetve ők lemondtak a New 52 érában, ugyanis a New túnak nak viszonylag kevés nagyon-nagyon jó története volt talán a legkiemelkedőbb az szerintem mindenféleképpen Batman volt, hiszen az ott Scott Snyder, illetve Greg Capullo kezében mocskos jó kezekben voltak, aztán pedig a 30. lapszámtól egészen az 50. ig azt hiszem, addig volt a, a Tar Stewart um, trió. Igen, tudom, hogy csak két nevet mondtam, a harmadik megint nem ugrott be. Igen, felejtem valamelyiknek a nevét. Nem, de szóval az ő általuk megteremtett a szuper, uh, Super bad girl szerintem egyszerűen fantasztikus. Egyszerűen lenyűgöző minden téren, és moskos jó volt. Ő volt, ők voltak az elsők, akik velem megkedveltették. Részben Babstarzanok a stílusa miatt, részben pedig azért, mert tényleg ők egy olyan történt tettek le az asztalra, ami fantasztikus volt, és amit élvezett volt olvasni, ami, ami lenyűgözött minden téren, és tényleg nagyon-nagyon jól nézett ki a ruhája, és a dizájnja is fantasztikus, és egyszerűen tényleg, tényleg nagyon ott van a szeren. És um, Na most, amikor crash a Motorcrash csinálják az image-nél, ami hál az ennek kurva jó. Úgyhogy erről csak így halkam. Um, szóval a Bad Girl, tehát amikor ők távoztak, akkor nagyon-nagyon féltem attól, hogy Hope Larson, aki eddig inkább az ifjúsági irodalomban volt otthon, vagy diadalmaskodott, jeleskedett, ő vajon hogyan fogja tudni megállni a helyét a Bad girl kapcsolatban, főleg úgy, hogy elviszi Birth ról ahol az elmúlt éveket töltötte, ahol az elmúlt éveket töltötte, egészen um, a közel keretig azt, hiszem, ha jól emlékszem, akkor talán Japánba vitte a figurát, és szerintem érdekes dolgokat hozott ki belőle ahhoz képest. És nagyon-nagyon jó volt a történet. Nem feltétlenül annyira jó, mint mondjuk az előző korszaknak a legjobb történetei, de szerintem nagyon-nagyon pozitív, és igazából a rajz is nagyon egyedi. Úgyhogy mindenféleképpen érdemes szerintem adni neki egy esélyt, de majd arról, hogy a többi DC sorozat hogyan muzsikál, erről majd talán a következő adásban két hét múlva fogok beszélni. Figyelmet beajánlom! Oké, okay, ez lesz az a rovat, ahol megpróbálom elmondani, hogy mik lesznek azok a képregények, amelyek a következő héten fognak megjelenni. Na most, mivel elég érdekesen jött ki a lépés, és most szerda van, ezért most az ez e fogom mondani, tehát a január 18-ai megjelenéseket gyűjtöttem nektek csokorba, ugyanis brutális a hosszú a lista. Kezdjük ott, hogy ott lesz a Trinity-nek az ötödik része, a Comedy Challenge-nek az első specialje, ami szintén majd egyébként a következő héten fog indulni. Nagyon-nagyon várom, ez egy iszonyatosan izgalmas történet lesz, ugyanis Comedy lesz végre a főszerepben egy történetben, és mindegyik epizódot egy másik író csapat fogja uh, írni, és mindegyik epizódnak a vége lesz egy csavar, és a következő csapatnak, a következő gárdának kell majd megoldani ezt a történetet. Szóval nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez vajon milyen is lesz, ha leszem, 12 részes lesz. Um, lesz egy 15. Superman, Super -nek a harmadik része, a Ravennek az ötödik része, ami már lassan révbe ér, ha-ha-ha, a 13. része, Harley Quinnnek a 12. része, Green Lanterns, Green Arrow, Batman és Aquaman mind a 15. epizódjával jelentkeznek, és ez csak a DC, <laughs> és ez csak az, ami érdekel belőle. Um, egyébként, egyébként igen, ez egy nagyon jó kérdés, Batman nem olvasom még, viszont ez a következő a listámon, úgyhogy ami később nem múlik. Az Image Comics nál lesz a Rockstars nek a második része, ami szerintem egy fantasztikusan érdekes, nagyon lenyűgöző, sok téren nagyon lenyűgöző képregény sorozat, illetve elindul a Curse Words című történet, amely azért nagyon érdekes, mert New York City-ben játszódik, New Yorkban játszódó történet, a történet középpontjának a hőse pedig nem más, mint egy varázsló. <laughs> és innentől közben nem fogok ennél többet mondani rólam, mert um, egy, egy, olyan varázsról van szó, aki, <laughs> aki, aki mindenféle um, képességeit azért, hogy gazdag lehessen. <laughs> és, um, Tulajdonképpen ő nem is az a kimondott a jó varázsló, de szerintem ez teljesen egyértelműen le is jött belőle. A az Archie comics lesz az archie a 16. részével Betty és veronica a harmadik epizódja, illetve a Dark Horse-nál elindul az Angel 11. évada. Nagyon röviden, ezek azok a történetek, amik szerintem érdekesek, illetve mindenki figyelmébe merném ajánlani, csak azért, mert... Um, miért ne? Köszi szépen, hogy velem voltál, remélem élveztétek az elmúlt egy órát, remélem sikerült meggyőzni benneteket arról, hogy miért is érdemes elolvasni a Superman új eszületés érának történeteit, illetve hogyha volna bármi, amit javasolni szeretnétek, vagy javasolni szeretnél, vagy van véleményed bármivel kapcsolatban, akkor engem megtalálsz a Serious Event gmail.com címen. És nagyon bízom abban is, hogy elnyeri a tetszésed ez a műsor, és fogod ajánlani a barátaidnak is, mert tudjátok, a megosztás az törődés. Magyarul nem hozik annyira jó, na mindegy. Szóval, igen, próbáljátok meg elmondani a barátaidnak, illetve az ismerőseiteknek, illetve mindenkinek, aki képregényt olvas, aki szereti a képregényeket, aki rajongértük, hogy itt van a 9. panel, végre megérkezett, Magyarország legtutibb képregényekkel foglalkozó uh, műsora, és hogyha valaki kedvet érez magában ahhoz, hogy becsücsüljön mellém virtuálisan természetesen a mikrofon mellé, akkor tessék jelentkezni Gmail.com. Nem tudom, nem győzöm elég hangsúlyozni, hogy erre a címre várok mindenféle visszajelzést, kérést, kívánságot, olyan leszek, mint egy DJ, ha akartok zenét játszok, ha akartok poénkodok, jó, azt igazából nem tudok, úgyhogy elnézést, de egy biztos, két hét múlva itt leszek, megújult köntösben, és figyelembe véve azokat a dolgokat, amiket ti kértek tőlem, akár témajavaslatotok van, akár csak érdekel, hogy mit gondolok bizonyos képregényekről, illetve történetekről, nyugodtan tegyétek fel, akár a Youtube-on, akár a series eventkukat gmail.com címen, akár hol, ahol szeretnétek, vagy ahol elértek, vagy megtaláltok. Köszi szépen még egyszer, hogy velem voltatok, találkozunk legközelebb, popkultúrában gazdag hetet kívánok!